A Györffy István Nagykun Múzeumban látható a 100 év, 3 nemzedék című képzőművészeti kiállítás. Tudtuk meg dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgatótól. A Gál család nagypapa, lánya, unoka közös kiállítását Gál Katalin nyitotta meg. Közreműködött Plusz Csilla művésztanár. A kiállításon Gál Sándor, dr. Szatmáriné Gál Márta festményei és János Gál Anna tűzrománcai láthatók. Ebben az évben ez az első kiállítás megnyitunk ugye így évvégén, mert ugyan volt már kiállításunk, de pontosan akkor kezdődött a karantén időszak, amikor a megnyitót tartottuk volna. Ez a mostani kiállítás, ez 100 év, 3 nemzedék címét viseli. Három nemzeden Gál Sándor, aki idén lenne 100 éves, dr. Szatmáriné Gál Márta és János Gál Anna kiállításaiból, vagy a képeiből van a kiállításunk. A ketten ugyanazt tájképeket, illetve csendéleteket festenek, és ez festés, festészet. A Gál Anna munkái pedig tűzzománcok. Ő Indiában is megfordult. Gál Sándor 1920-ban Dévaványán született. Tanyán nevelkedett és gyermekkori élményeit örökítette meg festményein. Szívesen festette a lovakat, majd nyugdíjba vonulása után Karcagon alkotott, ahol a táj szépségét is megörökítette olajfestményein. Dr. Szatmáriné Gál Márta vegyipari technikumot végzett, és már akkor festegetett, később az egyetem elvégzése után a munkahely, a család kötötte le minden idejét. Mivel örökségként megkapta édesapja festékeit, ecseteit és félkész képét, így ezután újból festett. Képein megörökítette az Alföld virágait, madarait, tájait, és közben tanulja a festészet alapjait. János Gál annak kiskorától sokat töltött nagyapjával. Így az ő hatására a képzőművészeti pályán indult el. Egri oktatók segítségével elsajátított különböző képzőművészeti technikát. Így talált rá a zománc képek készítésére is. Építészmérnökként végzett, közben a kecskeméti zománc művészeti alkotótelepen is részt vett és kiállított, tavaly Indiába is utazott, kiutazott a zománc művészeti szimpóziumra. A kiállítás még október 10-ig megtekinthető a Karcagi Múzeumban. A kiállításunkat október közepéig tartjuk nyitva, hiszen október 11-e lenne az a Gál Sándornak a születésnapja. Kötelező, hogy az EMMI kiadta, hogy eddig csak ajánlott volt a maszk használata, de mostantól kezdve kötelező a maszkot felvenni, tehát maszk nélkül nem tudunk senkit sem beengedni a továbbiakban a kiállításra, de ettől függetlenül várunk mindenkit, természetesen a szabályok betartásával, tehát a másfél méteres távolság betartásával.